Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Épis fel, és a meglepetés hétfői unboxing is. Hát, ahogy látjátok itt mellettem, az elmúlt idők legnagyobb unboxingját láthatjátok most, hiszen a Legónak köszönhetően ismét jó néhány készletre tettem szert. Ezt már elmondtam nektek jó néhányszor, de minden ilyen adásban el kell, hogy mondjam nektek, hogy benne vagyok, azt azért szerintem egész sokan tudjátok, hogy a LEGO nagykövetségi rendszerében, és ezen a nagykövetségi rendszeren keresztül időről időre, hát általában tavaly úgy volt, hogy negyed évente 500 eurónyi összeget költhettem el LEGO-éknál, és ezt ők elküldték nekem készletek formájában, tehát ezekért egyáltalán nem kellett fizetnem, viszont ez idéntől megváltozott, ugyanúgy 2000 euró a határ, amit évente be tudok váltani LEGO-ba, viszont most nem negyed évente, hanem 4 havonta van, tehát évente 3-szor van rá alkalmam, hogy ilyen készleteket mutassak be nektek, tehát ugye megnövelkedett az árérték, tehát most 667 eurónyi összeget tudtam egyszerre elkölteni, úgyhogy hát azért is van egy kicsivel nagyobb doboz hal, amit mellettem, de hát bontsuk is ki ezeket. Szóval kezdjük is egyből a legkisebb dobozunkkal, nem tudom miért, de általában mindig így külön szokták ezeket csomagolni, és sőt, általában külön is szokott érkezni, ugyanúgy, mint most is, hiszen a legalsó doboz az, hát gyakorlatilag 2 nappal ezelőtt érkezett, viszont az összes többi dobozunk már, hát szerintem már egy hónapja itt van, úgyhogy vártam arra, hogy megérkezzen az összes többi darabja is, hogy egyszerre mutathassam be nektek ezeket a készleteket, hiszen csak úgy van értelme, ha már ez egy ilyen nagykövetségi, hát ez nem ajándék, hiszen ugyanúgy kell riportolnom róla, tehát minden egyes bemutató után nekem kötelezettségem van ezzel kapcsolatban, de hát akkor is egy nagyon nagy segítség LEGO-éktól, hogy ezeket elküldik nekem. Természetesen, hát először is pokéfólia, ebben is ugyanúgy található. Ezek pontosan ugyanolyan készítek, mint hogyha ti vásárolnátok meg a LEGO oldaláról. Annyi a különbség, hogy mint ahogy az előbb is mondtam nektek, nekem ezekért nem kellett fizetnem, ezt azért elég pontosan le kell, hogy szögezzek. Tehát az első készlet, ez a LEGO Avengers Iron Man Armory, ami 258 darabos. Meg kell mondjam az őszintét, ezt csak azért rendeltem meg, mivel hát valamivel ki kellett töltenem, hogy meglegyen az a bizonyos összeghatár, és hát erre esett a választásom, nem volt még ilyen Avengers-ös készlet bemutatva, azt hiszem, szerintem nem volt még bemutatva, meg hát egész jó minifigura felhozatalunk van, és még egy autó is szerepel benne, úgyhogy én azért is választottam ezt az Avengers-ös készletet, tök jó lesz majd valamelyik 300 alatti adásban, de nézzük is meg a nagyobb doboz, amiben hát azért már nagyobb készletek lesznek, vagyis hát egy kisebb és egy nagyobb, mert hát pont úgy jött ki az a határérték, hogy még egy kisebb készletet kellett választanom, egy sokkal kisebbet, de majd az is szerintem egész jó lesz valamelyik 300 alatt adásban. Bontsuk ki ezt a dobozt. Egyébként ez egy, annyit már most elárulhatok nektek, hogy ez egy technik készlet, amit is kéne bontanom gyorsan. Ebben is ugyanúgy pukifólia először, és hát itt van az első készletünk, ez a, hát nagyon pici, kis creator-ös, ez nem 3:1, csak sima creator-ös készlet, ami a 7 pluszos 4468-as yellow taxi, sárga taxi készletecske, 124 darabjával. Nekem nagyon tetszett ez a kis autó, meg főleg az a méretarány, amit itt a LEGO bemutat nekünk, mert ez nem az a szokásos Speed Champions méretarány, de mégis az ablakok azok valahogy teljesen máshogy vannak megoldva, és azért néhány darab matrica is van rajta, taxi felirattal, még ez a kis pizzás dolog is a tetején, ezért is választottam ezt, meg hát mondom, ki kellett tölteni az űrt, ami maradt a nagyobb készletek után, tehát először is itt van az egyik nagy készlet, ami nem más, mint ez a technikes, mi ez? 42-108-as mobil krén 1292 darabbal. Ugye néhány nappal ezelőtt, hát nekem pont ma ment ki az az adás, amiben láttátok az első munkagépes technikkészletet, és hát igazából az eléggé tetszett, vagyis hát most az hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt a készletet nem előbb rendeltem, mint az érkezett, szóval én akkor már bőven tudtam, hogy ezt a szettet megrendeltem, de mivel akkor is úgy gondoltam, hogy szerintem tetszeni fog az nekem, ezért hát rendeltem egy másik ilyen munkagépes cuccot, ez sokkal nagyobb, úgyhogy egy méretarányban egész nagyot ugortunk, hiszen itt a másik oldalán be is mutatja, hogyha kinyitjátok a darunknak a karját, akkor 78 cm magas lesz, tehát magasabb lesz, mint az a Ninjago-s készlet, ami ott találtok mögöttem, tehát még annál is magasabb lesz egy kicsivel, és hát ez egy jármű, kerekekkel rendelkezik, remélem azért egész jó megoldások lesznek benne, így technikes vonalon belül, tehát eddig ugye ez a
három darab készletünk volt, mi lenne, hogyha ezt itt fölé raknám, és akkor még a másik két készletet is ide tudnám nektek pakolni, hiszen még hátra van kettő másik készlet is, amiben ebbe a bazi nagy dobozba raktak. És hát szerintem sejthetitek, hogy ilyen nagy dobozban van ez az egész, akkor nem. Kis készletekről van szó. Hát nem akarnék elárulni semmit egyelőre, mindjárt úgyis meg fogjátok látni. Ugye kérdeztem tőletek, hát jó néhány héttel ezelőtt, hogy mit szeretnétek látni. Azt hiszem, amikor még az előző ilyen unboxing volt, amit ott fönn meg tudtok nézni, esetleg, ha még nem láttátok. Szóval ott kérdeztem tőletek, hogy mit szeretnétek a következő ilyen alkalommal, hiszen ez már nem az első alkalom, amit így bírtam Legóiktól rendelni. És hát ezek között van egy darab olyan készlet is, amit ti említettetek, meg egy olyan készlet, amire már én is régebb óta vártam. Azt most én meg is láttam egyből. Szóval először is ebben a készletünkben, sőt, még az meg se érkezett, tehát ez még mindig nem egy teljes adás, azt hittem, hogy ebben benne lesz mind a két készlet, de ebben a dobozban még nincsen benne a, hát az egyik nagyobbik készlet, hanem a legnagyobbat küldjék el először, érdekes módon, akkor még mindig vártam volna, de hát így, akkor csak ezt mutatom be nektek, azt majd valahogy egy másik unboxingba fogom bele faszírozni. Szóval a készletünk, ahogy láttok, miután lejött róla ez a pukkantós fólia, pokifólia, dobozokat arrébb teszem, ez se férek ennyi doboztól. Szóval a készletünk nem más, hogy látszódik ez. Így. Szóval a készletünk nem más, mint a 16 pluszos 71040-es Disney kastély, amire már én egész régen vártam. Nem vagyok nagyon nagy Disney rajongó, viszont ez egy kastélyos készlet, és hát ez áll legközelebb egy hatalmas kastélyos készlethez. Most, hogy így a minifigurák engem igazából annyira nem érdekelnek, de maga a kastély, amit így ebben a készletben összehoztak, azért az nem rossz, és azért 4080 darabról van szó, szóval hát ez is egy pár óráig el fog tartani, mire összeépül. Egyébként ez Cinderella kastély, kész Cinderella. Ezt most gondolom, itt pont ki van nektek írva, mert így halványgőzöm sincs most, ki ez a Cinderella, hamupipőke? Talán hamupipőke lehet, tehát ez az ő kastélya, 48 cm széles ez a készlet, és 74 cm magas, és ez követi azokat a stílusú készleteket, mint a Harry Potteres készletek is, tehát nincsen befejezve a hátulja a kastélyunknak, nem ugyanúgy, nem úgy, mint egy moduláris épületnél, hanem itt így szépen félben van vágva, és akkor meg tudjátok nézni, hogy mi is történik a kastélyon belül, ide-oda tudjátok tenni a minifigurákat, úgyhogy szerintem ennél a készletnél ez egy kicsit jobb megoldás, mint hogyha tényleg teljesen meg lett volna csinálva a másik fele, meg hát akkor tényleg mennyi darabszám lenne ebben a készletben, végtelen lenne az a bemutató is, ezért így is elég hosszú lesz szerintem ennek a készletnek az adása, és nagy valószínűséggel, hát holnap ezzel ti már találkozhatok is, úgyis olyan nagyon rég volt baromi nagy készletben mutatva. Ez ami most leesett épp az egerem volt, mert akkora ez a doboz, hogy nem is tudtam, hogy ez ott van. Szóval hát nem olyan régen volt egy nagyon nagy készletben mutatva, de ha minden igaz és sikerül holnapra elkészítenem ezt a másik nagy készletadást, akkor holnap ezzel a szettel már találkozhatok is. Úgyhogy tényleg, a mai adásban nincs is más, mit mondanom. Még egyszer nagyon köszönöm a Legónak, meg hát ennek az egész nagykövetségi rendszernek, hogy biztosítanak számunkra ilyen készleteket, hiszen hát itt saját pénzből ezt az egész csatornát már rég nem bírtam volna fedezni. És ja, hát ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, mert ez még mindig nagyon fontos. És hát nagy valószínűséggel a következő unboxingban lesz még egy készlet ebből a felhozatalból, csak azt valamiért még nem küldték el, azt hittem tényleg, hogy benne van ebben a nagy dobozban, de sajnos nem volt benne. Úgyhogy találkozunk a következő adásban, ami holnap lesz, ahogy mondtam, ezzel a bemutatóban. Addig is jók legyetek, találkozunk abban az adásban. Szevasztok! Miért esetleg remélem nem tört össze egérke? Egybe van. Ne aggódjatok.